Dániel könyve, 14. fejezet. Bál és a sárkány története. Amikor Astiagész király megtért atyáihoz, a perzsa Koresh vette kezébe a királyi hatalmat. Dániel bizalmas barátja volt a királynak, s annak minden más barátjánál nagyobb tiszteletben volt része. A bábelieknek volt egy Bál nevű bálványuk. Minden nap 12 véka finom búzalisztet, 40 juhot és 6 korsó bort költöttek rá. A király is tisztelte, és minden nap elment, hogy imádja. Dániel azonban a maga Elohimét imádta. A király egyszer szóvá tette. Miért nem imádod Bált? Azt felelte neki. Nem imádok kéz által alkotta bálvány, csak az élő Elohimet, aki az eget és a földet teremtette, és akinek hatalma van minden élő lény fölött. A király erre megkérdezte. Úgy gondolod, hogy Bál, nem élő Elohim? Hát nem látod, hogy minden nap mennyit eszik és mennyit iszik? Dániel nevetve mondta. Ne esd tévedésbe, király. Ez ugyanis belül agyag, kívül meg rész borítja. Se nem ehetett, se nem ihatott sohasem. A királyt erre elöntötte a harag, hívatta Bál papjait, és azt mondta nekik. Ha nem mondjátok meg nekem, kifogyasztja el azt, amit ráfordítunk, meghaltok. De ha bebizonyítjátok, hogy Bál eszi meg, Dániel fog halállal bűnhődni, mivel káromolni merte Bált. Dániel erre azt felelte. Legyen úgy, ahogy mondtad. Bál papjai 70-en voltak, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. A király Dániellel együtt elment Bál templomába. Bál papjai azt ajánlották. Nézd, mi kimegyünk, te pedig király, tedd oda az ételeket, majd önts ki a bort, és azt is tedd oda, aztán zárd be az ajtót, és pecséted le a gyűrűddel. S ha reggel eljössz, és nem találod úgy, hogy Bál mindent megevett, halljunk meg mi, ellenkező esetben pedig halljon meg Dániel, aki hazugságot fogott ránk. Nem féltek, mert az asztal alatt titkos bejáratot csináltak. Mindig azon keresztül szoktak bemenni, elkölteni az ételeket. Miután kimentek, a király Bál elé tette az ételeket, Dániel pedig megparancsolta szolgáinak, hogy hozzanak hamut, és amikor csak a király volt jelen, felhintették az egész templomot. Aztán kimentek, bezárták az ajtót, lepecsételték a király gyűrűjével, és eltávoztak. A papok éjnek idején szokásuk szerint bementek asszonyaikkal és gyermekeikkel együtt. Mindent megettek és megittak. Már kora reggel odament a király Dániellel együtt. A király föltette a kérdést. Sértetlenek-e a pecsétek, Dániel? Azt felelte, sértetlenek, király. Alig, hogy kinyitották az ajtót, a király az asztalra pillantott és felkiáltott. Nagy vagy, ó Bál! Nálad szóba se jöhet semmiféle csalás. De Dániel elmosolyodott, s visszatartotta a királyt, hogy ne lépjen be, aztán így szólt hozzá. Nézd meg a padlót és vizsgáld meg, kinek a nyomai ezek. A király azt válaszolta. Férfiak, asszonyok és gyermekek lábnyomait látom. A király erre haragra lobbant, és azonnal elfogadta a papokat, asszonyaikat és gyermekeiket. Megmutatták nekik a rejtek ajtót, amelyen beszoktak járni, hogy elfogyasszák, amit az asztalon találnak. A király megölette őket, Bált pedig Dániel kezére adta, aki aztán elpusztította a templomával együtt. Volt egy nagy sárkány is, amelyet szintén tiszteletben részesítettek a bábeliek. A király azt mondta Dánielnek. Erre már csak nem mondhatod, hogy nem élő hatalmasság, imád hát. Dániel azt felelte. Én Jahuát, az én hatalmasságomat imádom, mert ő az élő Elohim. Adj nekem rá engedélyt, ó király, és én megölöm a sárkányt, kard és bot nélkül. A király azt válaszolta, megadom. Ekkor Dániel szurkot, hájat és szört vett, összefőzte őket, pogácsákat csinált belőlük, és beadogatta őket a sárkány szájába. A sárkány megette és szétpukkadt. Erre azt mondta, nézzétek, mit imádtatok. Amikor a bábeliek ezt meghallották, nagy felháborodás támadt köztük. Összecsődültek a király ellen, és azzal vádolták, a király zsidóvá lett. Bált összetörette a sárkányt, megölte, a papokat meggyilkolta. Elmentek a királyhoz és követelték, add ki nekünk Dánielt, mert különben téged ölünk meg házad népével együtt. A király látta, hogy hevesen támadják, kényszer helyzetében kiadta hát nekik Dánielt.
Erre az oroszlánok barlangjába vetették, 6 napig volt ott. A barlangban 7 oroszlán volt. Minden nap 2 tetemet és 2 bárányt szoktak nekik adni. Most azonban éheztették őket, hogy felfalják Dánielt. Csábákuk próféta ebben az időben élt, Jahúdában. Éppen megfőzte az ételt, a kenyeret beleaprította a tába és elindult a mezőre, hogy kivigye az aratóknak. Ekkor Malach Jahúa felszólította Csábákukot. Vidd el ezt az ebédet Bábelbe, Dánielnek, az oroszlánok barlangjába. Csábákuk azt felelte. Adonai, Bábelt sose láttam, az oroszlánok barlangjáról meg sejtelmem sincs. Erre Malach Jahúa megragadta az üstökénél, s hajánál fogva elvitte lelkének erejével Bábelbe, és letette a barlang mellé. Csábákuk felkiáltott. Dániel! Itt az ebéd, amelyet Elohim küldött neked. Dániel erre felfohászkodott. Megemlékeztél rólam, Elohim, mert te nem hagyod el azokat, akik szeretnek. Ezután Dániel fölkelt és megebédelt. Csábákukot meg Malach Jahúa azonnyomban visszavitte lakóhelyére. A 7. napon a király elment, hogy meggyászolja Dánielt. Amikor a barlanghoz ért, benézett, s lám Dániel ott üldögélt. Hangosan felkiáltott, nagy vagy, Adonai, Dániel hatalmassága, és rajtad kívül nincsen más. Kihúzatta Dánielt, és azokat dobatta a barlangba, akik el akarták pusztítani, és ott a szeme láttára felfalták őket az oroszlánok. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.